A tavalyi második helyezés után az elmúlt szezonnak az első öt hely valamelyikét megszélozva vágott neki a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Csapos János együttese végül az utolsó pillanatig harcolt a dobogóért, amelyről mindössze egy góllal maradt le, mivel a füzesabony gólkülönbsége egyel jobb volt a bátoriakénál. A negyedik helyjel végül elégedett volt a klub vezetése, főként annak tükrében, hogy két erős riválissal bővült a mezőny. Ez a bajnokság lényegesen keményebb volt, erősebb volt. Szemléltetésképpen két olyan csapat került ide, a Salgótarján, illetve a 60, aki végül is befutó lett. A 60 lett az első, Salgótarján a második, akik teljesen más anyagi kondícióval dolgoztak, illetve ebből eredően játékos állományuk is kifejezetten erős volt. Hogy más nem mondjak, a 60-ban a Budai Dániel, a sokszoros válogatott, a magyar válogatott, a Veszprém, illetve a Szeged volt kiválósága is még mint aktív játékos játszott, de nagyon sok játékos került oda az NB1-es Gyöngyösből, ugyanígy a Salgótarjánba is nagyon sok NB1-B-s csapatból szedték össze azokat a játékosokat, akikkel nekiindultak a bajnokságnak. Így ez a két csapat kiemelkedett a mezőnyből. Sikernek tudható be, hogy ezek közül az egyiket, a Salgótarjánt otthon sikerült legyőznünk, és idegenben is egy hajszál választott el attól, hogy meglepetést okozunk, de ez volt a realitás ebben a szezonban. Petneházy Zsolt elmondta, hogy tovább folytatják azt a munkát, amelyet két évvel ezelőtt elkezdtek. Megpróbáltunk tovább építkezni. Ennek eredményeképpen az induláshoz képest az elmúlt szezont már 6 csapattal játszottuk le. Ebben volt U11-es, U14-es, serdülő, ifjúsági, a felnőtt, illetve a megyei, Szabolcs-Szatmár megyei bajnokságban NBSC 2 néven indítottunk csapatot, amit sikerült is megnyerni a megyei bajnokságot, kizárólag helyi fiatalokból álló játékosokkal. Tehát saját nevelésű fiatal játékosokkal nyertük meg a megyei bajnokságot. Ezen kívül az NB2-es mérkőzéseken is egyre több szerepet kapnak azok a fiatalok, akik úgymond sajátjaink, nyírbátoriak, és ezt a jövőben is szeretnék ezt az utat tovább járni. A felnőtt csapat szakmai stábjában is az utánpótlás csapatok élén nem lesz változás, a játékos keretben azonban várható némi mozgás a nyári szünetben. Az utánpótlás bázis tovább bővül, ugyanis ősztől két szivacs kézilabda csapat is szerepel majd a klub keretein belül.